ateizmus befolyással volt-e az ön személyiségére? Nem. Nem. Nem kispolgári módra mondjuk. Minden évben megtartották a böjtöt. Disons, d'une manière petite bourgeoise, ils ont tenu tous les ans donc le jeûne. 1944, pourquoi n'étiez-vous pas caché pour échapper aux arrestations? 1944-ben miért nem bújt el, hogy a letartóztatások elől megmenekül. Hova? Kasi. Miben bízott, vagy hogy lehetett bizakodó a deportációja idején? Aminek? Hogy? A deportáció idején, tehát hogy az elvitel, a láger idején, hogy lehetett ön bizakodó? Bizakodó. Hát ez volt az egész rendszer titka. Mindenki bízott a következő lépésben. Ça c'était le secret de tout le système. Tout le monde était confiant du pas qui était en train de suivre. À quoi avez-vous dû votre survie? Minek köszönhette a túlélését? Hát, ez jó kérdés. De nem tudok rá válaszolni. Legalábbis egy mondatban. Szerencsém volt. Talán így lehet meghatározni. C'est une bonne question, mais je ne pouvais pas y répondre. Peut-être j'ai eu de la chance. C'est ça, ma réponse. Quelles sont les caractéristiques du nazisme? Melyek a nácizmus jellemzői? Hát a nácizmus jellemzői, maga a nácizmus, az eszme, és a totalitárius diktatúráról kellene beszélni. Ez a 20. század nagy novuma. A totális diktatúra egy olyan államforma, amely a 20. században jelentkezett először, és ennek a törvényeit kell tudni ahhoz, hogy erre a rövid kérdésre válaszolhassak. A karakterisztik primordial du nazisme, c'est le nazisme lui-même, l'idéologie, et pour que vous puissiez comprendre cette idéologie, il faudra que je vous parle des dictatures totalitaires du XXe siècle. Dans le XXe siècle, la dictature totalitaire, c'est une nouveauté du XXe siècle. Pour donc comprendre le nazisme, il faut comprendre la nature de ces dictatures totalitaires. Quel enseignement avez-vous tiré de la Shoah et de la vie concentrationnaire? Tanulságai vannak ön számára a Shoah-nak és a koncentrációs táborbeli életnek. Hogy milyen tanulságai van? Hát ezt az idő mutatja majd meg. Hát pillanatnyilag nem áll, szóval tanulságokat nem tudom, hogy nem hiszem, hogy ez a helyes szó, de hogy mennyire utasítja el az európai demokrácia ezt a államformát, és mennyiben azt tud leszámolni vele, és valóban fölmérni a hatását az emberekre. Ettől sok függ. Je ne sais pas si le mot enseignement est bien dans cette contexte. Je crois que ça dépend à quel point l'Europe peut se détacher et distinguer de ces formes de dictature. Donc, il parle des conséquences ou des enseignements pour lui-même et pour l'Europe. Eddig két formájában ismertük meg a totális diktatúrát, ugye a náci és a kommunista országban. Jusqu'à Nouvelle-Ordre, on a connu deux systèmes de dictature totalitaire, c'est le nazisme et